Üdvözlöm a Gömörés Nógrád rádió hallgatóit! A nevem Bódi László, újra vasárnap, ez pedig itt a Küldetés Tudat című műsor, melyet már, ahogy megszokhattak, vasárnaponként 18 órakor hallhatnak rádiónkban. A mai vendégem Szolnoki Péter, debreceni születésű, mégis nógrádi Artisius díjas magyar zenész, énekes, zeneszerző, hangszerelő, a Bombon Együttes énekese, fuvolistája, a magyar könnyűzenei élet kiemelkedő személyisége. Peti, üdvözöllek a műsorunkban, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, megtiszteltetés számomra is. Én köszönöm a felkérést, sziasztok! Szia! Kezdjük mindjárt a legelején. Debrecenben születtél 1970-ben, mégis nógrádi salgótarjáni kötődésed van. Hogy is van ez? Igen, amikor 3 éves voltam, a szüleim salgótarjánba költöztek, úgyhogy én már ott cseperedtem. Egészen 14 éves koromig, amikor is felvettek Budapesten egy zenei szakközépiskolába, úgyhogy én mindig is salgótarjáninak éreztem magam, főleg. A kötődésed Nógrádig az máig élő, az azt jelenti, hogy visszajársz haza. Milyen gyakran jársz otthon a Palótok földjén? Természetesen, amikor megyek haza édesanyámékhoz, ők bár elköltöztek Salgótarjánból, kis terenyére, de azért az nincs olyan messze onnan, úgyhogy lényegében elég sűrűn megfordulok. Vagy azért, mert anyuékhoz megyek le, vagy azért, mert fellépünk ott éppen Salgótarjánban. Itt az interjúnk elején elkezdtük azt is elemezni, hogy a család honnan származik valójában, és kiderült, hogy neked nem csak Nógrádhoz van kötődésed, hanem Gömörhöz is. Hogyan kötődik valójában a családod Gömörhöz? Hát felvidéki felmenőkkel rendelkezem, ugyanis a dédpapám Bacskor Gáspár volt, aki szénbányász volt, és 1935-ben jött át Magyarországra, Salgótarjánba, és akkor magyarosította a nevet Szolnokira. Ők Spania dolinán éltek, Úrvölgyben, de a nagyszüleim, és természetesen aztán a szüleim is már ugye Magyarországon születtek, kivéve apukámat, akit az én nagymamám Rima Szombatban hozott a világra. Akkor még a rádió passzol ismert a Gömör és Nógrád, mint kötődés, az nálad egyértelműen adott. Így van. Milyen gyakran jársz, illetve jártál egyáltalán Ispán mezőn, megnézted-e a felmenőidnek valójában a helyét, a szülőföldednek, az apai ágnak a vonalát? Ismered-e Gömört, az északi részét a Palócok földjének? Én még a 20-as éveimben jártam először is utoljára azon a területen, úgyhogy időszerű lenne egy kicsit feleleveníteni ezt a dolgot. Amúgy is nagyon-nagyon szeretünk és szeretek kirándulni. Csak azért mostanában elég sok dolgom van, hál' Istennek, de amint lesz rá idő, mindenképpen meglátogatom azt a környéket. Szeretettel várunk, nagyon sok minden van itt felfedezni való. Köszönjük. És hát ahogy szokás mondani, a Palóc vidéken, a hegyvidéken, itt a Gömörben egy kicsit másfajta Palóc magyarral fogsz találkozni, egy kicsit csökönyösebbel, mert ez rá nagyon jellemző, úgyhogy ebből ne lepődjél meg, mert ez az északi hegyvidéki palócoknak a jellemvonása. Hát, hogyha nálam csak könnyesebbet találsz, akkor... akkor ez jellemző, azt hiszem mindannyiunkra. Persze. Peti, a palócság, illetve a palóc nyelvjárás, ez gyerekkorodban megjelent, palócul beszéltél, megvolt a nyelvjárásod, és használtad valójában, vagy inkább már az akkor egyre jobban elterjedő, egységes nyelvjárás volt rád is jellemző? Később derült ki, amikor felkerültem Budapestre, akkor derült ki számomra, hogy van egy kis zárt A betűn, és például az oknit az oknyinak ejtettem, és volt egy-két olyan szó, ami egyértelművé tette, hogy én honnan származom, vagy honnan jöttem. Hát ez a paprikos csirkegaluskával, markasállottalval, tehát azért én tudok így beszélni, de természetesen mióta már elkerültem otthonról, ezt az úgynevezett szépirodalmi magyar nyelvet beszélem. Előjön nálad az, mert nemrég Alap Istvánnal csináltam interjút, előtte pedig Pindrok Csabival, és mind a ketten elárulták, amikor átjönnek itt a Nógrád megyei határon, akkor valahogy mint az agy átkapcsolna, és főleg Pindrok Csabi mondta, hogy a felesége mindig mosolyogja, hogy most átváltottál Palócra, és már jobban érzem az ízes nyelvjárást rajtad. Nálad ez még észrevehető? Szerintem nem. Én rólam ez teljesen levált ez a történet, de én nagyon-nagyon szeretem hallgatni ezt a nyelvjárást, ezt a fajta ízes beszédet, úgyhogy én alig várom, amikor hazamegyek, és hallok ilyeneket, vagy éppen átmegyünk felvidékre,
és nagyon sok olyan zenész kollégám van, akik szintén onnan származnak, például Mészáros Tomi színész énekes barátom, vagy például Demko Gergő zongorista hangszerelő barátom, akik szintén áthozták ezt a fajta akcentust, és nagyon-nagyon szeretem őket hallgatni. Igen, és nem tudom, hogy tudtál-e róla, megsúgom neked, hogy valójában a palóc az a magyarságon belül, illetve a Kárpát-medencében is a legnagyobb népcsoport, úgyhogy valójában egészen Nyitrától Rozsnyóig, illetve délen Egerig. De még Borsod, tehát Heves megyében is megtalálható, így van. Igen, Egerbe is teljesen lehúzódik, valamint Vácig, úgyhogy valójában a palóc nyelvjárás nagyon-nagyon sokan beszéljük, igaz, hogy kisebb eltérésekkel. Igen, de a felvidéki palóc az megint egy kicsit más, mint amit itthon beszélnek palócot. Ezek apróságok, de igazából csak akkor lehet különbséget tenni, amikor két ember tegyünk. Így van. Nézzük meg egy kicsit a karrieredet. Fiatal srácként kerültél kapcsolatba a zenével. Családi kapcsolatod volt, az azt jelenti, hogy a szülőktől, vagy valamilyen más családtag vezetett a zenéhez, vagy saját döntésed volt az, hogy te épp nem a sport mellett döntesz, akár a foci, ami akkor annyira népszerű volt, hanem te a zenei világban fogod majd keresni az önmegvalósításodnak az útját. Anyai nagypapám, Szakály István fiatal korában hegedült, viszont édesapám zongorista és fuvolista volt, valamint az ő felmenői, akikről már beszéltem, ott Spánia Dolinában, ott bányász zenészek is voltak közöttük, úgyhogy szerintem azért genetikusan jött ez a bizonyos dolog. Valahogy nem is emlékszem olyan időszakra, amikor nem akartam volna a zenével foglalkozni. Elég korán belekezdtem, 8 éves koromban, egyből a fuvola került előtérbe, pontosan azért, mert édesapám is fuvolázott, és természetesen jártam kórusba is, az általános iskolai kórusba, és aztán nagyon érdekes a történet, mert én sosem gondoltam volna, hogy énekes leszek. Én mindig fuvola művésznek készültem. És aztán 20 éves voltam körülbelül, amikor egyszer csak úgy elkezdett ez körvonalazódni, hogy akkor hát lehet, hogy mégiscsak ez lesz a fő csapás irány. És ahogy teltek múltak az évek, úgy ez be is igazolódott. És azóta is ebből élek főleg, de természetesen nem lettem hűtlen a hangszeremhez. A mai napig a kezemben van, amikor bombon koncerten vagy egyéb jazz koncerten játszom rajta. Hogy telt a gyerekkorod? Mennyi időt vett el tőled pont a zenei világ, illetve a különböző hangszereken való gyakorlás, illetve mennyi időt töltöttél gyönyörű Nógrádban, akár az erdőben, akár a várakat látogatva? Hogyan telt a gyermekkorod? Hát ezért túlnyomó többségben mégiscsak az iskola és a zeneiskola között szaladgáltam, de hál' Istennek a szüleim nagyon-nagyon szerették a természetet. Rengeteget kirándultunk a szüleimmel és a okommal együtt, így négyen. És én azt mondom, hogy nekem nagyon szépen telt a gyerekkorom már csak azért is, mert mi Salgótarjánban a Kemerovo körúton laktunk, amit egy gyönyörű szép erdő övezett. Úgyhogy amikor minket leengedtek a szüleink játszani, akkor tulajdonképpen erdőben játszottunk, vagy éppen egy erdő melletti tisztáson. És ezen kívül igazából tényleg csak arra emlékszem, hogy iskolából hazamentem, vagy egyből mentem a zeneiskolába, aztán hazamentem, gyakoroltam, tanultam, és ez nagyon szépen eltelt az a jó pár év. Az előkészületeim során láttam, hogy 1993-ban a Ki mit tud elődöntőjében jazz kategóriában szerepeltél. Ha most azt kérdeznénk, hogy Szolnoki Péternek melyik zenei áll a legközelebb a szívhez, melyik zenei stílus, akkor hogyan válaszolnál? Nem, nincsen kedvenc zenei stílusom, én magát a zenét szeretem, és azt, hogy én kipróbálhatom magam mindenféle stílusban. Természetesen a klasszikus zene volt az első, amit műveltem, és ami nagyon megérintett. Ezt követte aztán a jazz, és később jött csak a pop, meg a rock, meg az egyéb zenei stílusok. Én abban érzem magam teljesnek, hogyha mindenfajta stílusban dolgozhatok. Ez pedig úgy kristályosodott ki az elmúlt 13 évben, hogy azóta én már zenés darabokat, musicaleket is komponálok. Éppen ebben az évben is lesz két bemutató, szeptember 30-án a Belvárosi Színházban. Ez az a cím ennek a kis kamera musicalnek, hogy Omega, egy csődör emlék iratai. Ezt Moravec Clementével együtt írtuk, pontosabban ő írta, ő a rendező, én pedig írtam hozzá.
aztán pedig a Pesti Magyar Színházban készül egy új kis mesemusical, az a címe, hogy a két balkezes varázsló, ennek a munkálatai zajlódnak éppen. De az elmúlt évek során szintén Moravec Leventével, vagy éppen a Gergely Robertnek, a Gergely Teáterének írtam bizonyos zenés darabokat, köztük a Helység Kalapácsát, a Pasika Pártbant, akkor Moravec Leventével elkészítettünk egy nagyon nagy szobás történelmi musicalt, ez volt a Sárkány Szív. Van már most előre két olyan ötlet, amit nagyon szeretnék megvalósítani, ez egyik a Bátori Erzsébetről szóló. Hirtelen akartam mondani a címét, csak annyi minden van. Tűzben fagyott című musical is ott van tervbevéve, úgyhogy rengeteg mindent csinálok én a bombom mellett. Igen, a közreműködés helyet is végig listáztam, és elképesztő volt még végig is olvasni, illetve a hangszertudományodat is, ének, fuvola, pikkoló, klarinét, basszusgitár, gitár, zongora, tehát csodálatos, és nagyon-nagyon sokoldalú minden elismerésem, így sportolóként, mert én sportolóként mindig úgy tekintettem a zenészekre, hogy ő teljesen más világból érkeznek, és nagyon-nagyon türelmesek. Ha Szolnoki Petit megkérdezem, hogy milyen az ő személyisége a zene által. A palócokra sokszor jellemző a lobbanékonyság, ez a vulkanikus energia, ami körbevesz minket gyerekkorunktól, ez jellemző a személyiségünkre is. Viszont a zene pont a kiegyensúlyozottságra, a nyugalomra tanít. Neked a személyiségedre mi jellemző? Nekem én kettős vagyok. Tehát ez a fajta lobbanékosság bizonyos időszakokban előjön, viszont tehát eleve, ugye azért én már elmúltam 50 éves, jóval többet nyugodtam, tehát sokkal nyugodtabb vagyok már, mint fiatalkoromban. De ez a kettősség azért jellemez a mai napig. Nagyon, nagyon érdekes dolog. És azért próbálom erre nevelni a gyermekeimet is azért. Igen. Ez a fajta nyugodtság. Szombati Viktor írónk, aki 1939-ben az egyik művé, Bendrima szombati születésű egyébként, jellemezte pont ezt a vidéket, az azt jelenti, hogy a palótságot és ennek is az északibb részét, a Gömöri, illetve Nógrádit, pont azt mondta, hogy ez a lobbanékonyság, ez a nyughatatlan lélek mindig bennünk van. Elmondhatni azt, hogy ez a nyughatatlan lélek benned is mocorog és állandóan új kihívások felé hajt? Így van, olyannyira, hogy hagyom magam kilökni a komfortzónámból. Jó pár évvel ezelőtt elkezdtek hívni filmekbe szinkronizálni, mellette ugye rajzfilmekbe éneklek, több mint 30 rajzfilmet énekeltem, volt szerencsém. És aztán 5 évvel ezelőtt pedig Háda János, kiváló színész, szinkron színész, barátom, most már mondhatom, hogy barátom, és rendező is. Amikor felkerestük őt, hogy van egy bombó musicalünk, akkor ő ezt megrendezte, és megkérdezte tőlem, hogy hát az rendben van, hogy ezt írtátok ezeket, de mi lenne, hogyha te játszanád az egyik főszerepet? És akkor még egy picit elutasított voltam ezzel kapcsolatban, de aztán azt mondtam, hogy egyesene vágjunk bele, és nagyon jól tettem, mert nagyon-nagyon jól érzem magam ebben a szerepkörben is. Azt nem mondanám, hogy színész vagyok, de nagyon szeretek színészként is dolgozni a színpadon. Jól érzem magam ebben, kiváló kollégákkal, barátokkal, sokkal könnyebb a színpadon létezni. És annak idején, amikor a többi zenész kollégám mondta, hogy milyen érzés ebben a szerepkörben dolgozni, hát bizony elmondtam nekik is, hogy hiába voltam már előtte több, mint tudom én, majdnem 30 évig a színpadon, újra meg kellett tanulnom beszélni, mozogni, hova tegyem a kezem, hogyan járjak, hogyan tartsam magam. Tehát nagyon nehéz és komplex szakma a színészet, de nagyon sok mindent tanultam tőlük. Úgyhogy ezen kívül másban is játszottam már, de nem, még a mai napig nem tartom magam színésznek, csak szerencsés vagyok, hogy kipróbálhattam ezt is. Peti, mondhatjuk azt, hogy sokat segített az is, hogy a szinkron szerepeidben mindig különböző szerepeket kaptál, amit el kellett játszani, mert ha csak itt rátekintek, akár a Toy Story, a Simpson család, a Batman, a Rayfield film sorozat, a Kung Fu Panda 3 és a többi. Tehát már alapjában véve ez egy előkészítő volt számodra, hogy aztán a színpadon, amikor már a személyiségedet, az arcodat is, a testedet is hozzáteszed, a testbeszédedet, könnyebb dolgod legyen? Igen, mindenképpen használt. Tehát azért volt a tanításom ez iránt, és érdeklődési köröm is, de sosem gondoltam volna, hogy én ebben bármikor is dolgozni fogok. De nagyon-nagyon örülök, hogy megtettem. A szinkron szerepek ezek hogyan jöttek? Mi ennek a története? Hogyan kerültél el a zenei világból pont abban, hogy a szinkron szerepekben mozogjál és kipróbáld magad, és itt valósítsd meg valójában a kommunikációs képességednek is a fejlesztését?
Annak idején 98-ban kezdtem először rajzfilmdalokat énekelni, és aztán a Disney cég főleg olyan előadókat keresett, aki nem csak elénekelte az adott karaktert, hanem dialógokat is el tudott mondani. Tehát ők egyszemélyűleg akarták megoldani azt, hogy ugyanaz az ember énekeljen és beszéljen a filmben. Úgyhogy ezért is kezdtem el foglalkozni a szinkronnal. És éppen ezért aztán 2006-ban volt az első szinkron munkám, és ez is Háda János nevéhez köthető, ő volt az egyik partnerem abban a bizonyos jelenetben. Ez a Monk felügyelő című sorozatnak volt egy bizonyos része, amiben én egy nagyon nagy darab kidobó embert, vagy legalábbis testőrt kellett, hogy alakítsak, legalábbis hangilag. És az én testalkatom teljesen másra predesztinált volna, de hát ugye a szinkron rendező hallotta az én mély hangfekvésemet, és úgy gondolt, hogy majd tökéletes lesz. És én azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy az volt az első ilyen feladatom, és elég mély vízbe dobtak bele, szerintem eléggé jól megugrottam ezt a bizonyos akadályt, és aztán teltek múltak az évek, és egyre több feladatot kaptam, aztán már nem csak úgynevezett emberfilmben játszottam, hanem rajzfilmekben, animációs filmekben is adtam hangomat bizonyos karaktereknek. Legutóbb aztán még kutya voltam, de tehát számomra mindig is nagyon-nagyon érdekes és jó játék is volt, ez nem csak feladat. És annyira örültem, hogy amikor a három gyermekem van, Boglárka, aki 26 éves, és az egyik televízió kulturális műsorának a társszerkesztője, a nagyobbik fiam filmes egyetemet végzett, vágóként végzett, de zenén is, a legkisebb Balázs, aki 21 éves, ő pedig az anglisztika szakra jár a Pázmány Egyetemre, ő viszont alapított egy zenekart a bátyával, ahol énekel, gitározik. És miért is kezdtem el őket felsorolni? Mert mind a hárman kipróbálták, amikor még gyerekek voltak, a szinkront, és a legkisebb Balázs volt az, aki benne is maradt, és nagyon-nagyon tehetséges volt. És addig, amíg nem kezdett el mutálni, addig nagyon sokat hívták. Úgyhogy remélem, majd egyszer majd visszakerül, mert most megint kezdték pedzegetni a szinkronrendezők, hogy egyszer majd talán visszahívják őt. De hát vannak, tehát van elég sok feladatuk mind hármójuknak, úgyhogy majd meglátom, hogy ez sikerül-e majd nekik, de nagyon büszkék vagyunk rájuk az édesanyjukkal együtt. Úgyhogy le a kalappal előttük. Egyértelműen mi is, mivel azt szoktuk mondani, hogy palóc gyerekek, úgyhogy valójában a vér ott van, bennük viszik tovább a tehetséget. Így van, mert a gyermekeim édesanyja, ő is Algó Tarjáni születése. Ó, de jó. Akkor a kötődés adott. Akkor valószínűleg ők is sokat járnak haza a nagyszülőköz is, illetve Nógrádba is. Hát amikor tudnak, természetesen így van. A következő kérdésem még az lenne, én bevallom őszintén, én nagyon nagy bombon rajongó voltam a 90-es években gimnazistaként, úgyhogy mondhatni, hogy az általatok játszott zenéknek most az előadójával beszélgetek, amivel nekem is nagyon nagy megtiszteltetés, de mindig úgy pedzegette a gondolataimat, hogy elő-elő jöttek benne a filmes szereplők ezekben az albumokban, ezekben a dalokban. Például Nem vagyok Bond. Vagy akár, hogyha a 008-as albumot is nézzük a 2003-ból, van összekötés, vagyis kötődés abban, hogy te egyrészt a szinkron szerepekben megjelentél, és kapcsolatod volt a filmvilágával, és az, hogy a dalokban is megjelentek ezek a hősök, akiket esetleg szinkronizáltál, vagy te, vagy a kollégáid. Ebben az esetben nem a szinkron munkáim, hanem a film mániám, tehát a filmnézés jött be a képbe. Azért sem véletlen, hogy a The Name is Bon 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 című albumunknak a teljes borítója úgy van elkészítve, mintha egy ilyen filmes plakát lenne. Uh-huh. És azt köszönöm vissza, hogy én filmmániás vagyok. Most a mai napig imádok filmeket, sorozatokat nézni. És most amellett, hogy szeretek moziba is járni, azért az emberek most már főleg ugye a streaming felületen nézik ezeket a bizonyos filmeket. Hát én sem vagyok már külön tőlük. Úgyhogy ha éppen van egy kis szabadidőm, akkor vagy olvasok, vagy filmeket nézek.
Hogyan ötvözöd, illetve hogyan ötvözted ezt az időt? Hogyan találtad meg az időt arra, hogy egyrészt zenei előadó művészként megtaláld a fellépésekre az idődet, a három gyermek mellett édesapaként szerepelj, viszont ott legyen a szinkron is, és férj is legyél egyben, de természetesen gondolom tovább is fejlesztetted magad, mert a zenei világban állandóan gyakorolni is kell. Hogyan találtad meg ezt az idő össze pontosítást, pászítást, hogy mindenre megtaláld az időt és helytállj? Ez csak kívülről tűnik nagyon sűrűnek az én életem. Én nagyon kényelmesen be tudom osztani az időmet, úgyhogy mindenre volt. Tudod, van az a mondás, hogy mindig arra van időd, amire szánsz időt, és nálam is így volt, hogy gyönyörűen be tudtam osztani, de ami a legfontosabb, hogy minőségi időt töltsek a gyerekeimmel. Természetesen annak idején, amikor beindult a Bombon, és nagyon-nagyon sokat jártunk, még hál' Istennek a mai napig, ugye 28 éves a zenekarunk, és a mai napig minden hétvégén megyünk fellépni, de főleg az elején, amikor még kicsik voltak a gyerekek, akkor természetesen a volt feleségem, ő rengeteget levett, súlyt levett a vállamról, de amikor például hajnalban értem haza, akkor viszont ő tudott tovább aludni, mert akkor én etettem meg a gyerekeket, én tettem őket tisztába. Tehát megvolt az a fajta kölcsönös egyensúly. Segítettünk. Úgyhogy, persze, egyrészt segítettünk egymásnak természetesen, és mindig igyekeztem úgy a gyerekek életében ott lenni, hogy hangsúlyosabban. És én emellett ráadásul még 20 évig a rendőrzenekarnak a tagja is voltam, tehát hogy elég sok feladatom volt egyszerre, de meg lehetett oldani. És a mai napig így van. Ez nagyon megnyugtató ezt hallani, ugyanis Gömörben és Nógrádban is nagyon sokszor hallani ezt a szkeptikus, pesszimista nézetet. Nekem erre nincs időm, erre nagyon sok energia kell, és mindig a vendégeimnél, akik valóban abban, amiben belevágtak és amiben hitük volt, sikerre vitték a karrierjüket, meg szoktam kérdezni, hogy mit üzennének azoknak, akik azt mondják, de ehhez sokkal több idő kell, én ezt nem győzöm, erre több energia kell. Mi a te titkod? Mi volt a te erőd, hajtóerőd, ami előre vitt, és amivel ezt egyrészt meg tudtad valósítani, másrészt pedig nem szippantottál, nem szívottál és nem fáradtál bele? Én csak arra összpontosítok, és csak arra adok energiát, ami engem érdekel. És hál' Istennek pont olyan dolgok érdekelnek, amelyet mások is szeretnek. És ez maga a zene. És a zenével kapcsolatos, a művészettel kapcsolatos dolgok. És én ezek, amikor éppen nem pihenek, akkor 100%-ig benne vagyok, és próbálok úgy teljesíteni. Igazából nincs nagy titok, hogyha az ember szereti a munkáját, akkor csinálja. Akkor nem keres kifogásokat. Tehát valószínűleg olyan emberekkel is találkozhattál, akik nem túl boldogok, és nem azt csinálják, amit szeretnek. Én viszont imádom. Imádod, és itt pont a kérdés az lenne, amikor egy előadó művész feláll a színpadra, és szembe vele van mondjuk rá több tíz ember, vagy akár több ezer, vagy több száz, nem is a mennyiségtől függő, de az energia közöttük működik, mert élvezi valójában a közönség. Akkor ez az energia milyen mértékben jön át nektek a színpadra? Hogy jössz le a színpadról egy és másfél óra után? Ez azon múlik, hogy mennyire működik a kémia a közönség és az előadó között. Uh-huh. Volt már arra példa is, hogy nagyon fáradtan jöttünk a színpadról, uh-huh. mert a közönség energiavámpírként működött, tehát ők elszívták tőlünk az energiát, mert éppen aznap rossz napjuk volt, meg azért valljuk be őszintén, hogy az elmúlt időszakban elég nehezen boldogulnak az emberek, és azért is mennek el talán egy kicsit szórakozni, hogy ezt a fajta energiát vissza tudják pumpálni magukba. De, hogyha energiavámpírként működik a közönség, az azért van, mert ők viszont nem adják vissza ezt az energiát, tehát nem áramlik folyamatosan az előadó és a közönség közötti energia. Viszont rengetegszer van olyan, hál' Istennek, és ez a több, amikor nagyon-nagyon jól működik ez a fajta oda-vissza játék, és akkor viszont hiába ugrálok és éneklek másfél órán keresztül, még talán még jobban feltöltött állapotban, még vidámabban, még boldogabban tudok lejönni a színpadról. De ez így van két ember között, és biztos észrevetted már te is, hogy van olyan embertípus, akivel nagyon kellemes beszélgetni, és van olyan, aki mellett elfáradt. Igen, egyértelmű. Az pontosan azért van, mert ő csak elszívja tőled az energiát, de nem ad belőle vissza. Úgyhogy ez ennyi.
Peti, még szeretném megkérdezni a következőt. Nagyon sokat figyelem, mivel én nekem a sport volt az álmai sportolóként töltöttem ifjúkoromat, és a sportolóknál, főleg az angol ligában az egyik legnagyobb probléma, hogy amikor befejezik a karrierjüket, akkor kiégés, teljes kiégés, többnyire alkoholizmus, gambler problémák állnak elő, és sokat olvastam utána, hogy ennek az okozója az, hogy ők egy eufórikus érzésből, amit átélnek a pályán, a ti esetekben pedig a színpadon, lezuhannak egy óriási mélységbe, amikor leoltják a lámpát, és ugyanazt a hétköznapi életet kell élni, boltba kell menni, bevásárolni, háztartást vezetni, gyereket nevelni, mint mások. És ezek a szakadékok, ezek a óriási nagy különbségek nagyon nagy hatással vannak a lelki világukra. Érzékelhető nálatok is, és most konkrétan téged kérdezlek, hogy amikor a színpadon eufórikus érzésben van egy másfél órán keresztül, majd utána lekapcsolják a lámpát, és visszazökkensz a mindennapi életbe, hogy ezt azért érzékeli a lelked és az energia szinted? Természetesen igen, de mi nagyon hozzászoktunk ehhez a fajta eklektikussághoz. Vannak olyan előadók, akik nagyon hamar jutottak fel a csúcsra, és ezért nagyon-nagyon nehezen tudják elviselni akár utána a sikertelenséget vagy a csöndet. Mi viszont olyan szép lassan jártuk végig ezeket a bizonyos, vagy magát a szamárlétrát és ezeket a bizonyos stációkat, hogy mi hozzászoktunk az úgynevezett sikertelenséghez is. Tehát mi már nem fogunk beleesni ebbe a kategóriába, amit te ugye elmeséltél, ráadásul nem is vagyunk függő típusú emberek. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a figyelem az akkor kerüljön rám, amikor fönnvállok a színpadon. Én a magánéletemben nem vagyok központi figura, nem szeretem, hogyha engem az utcán... Persze jól esik, ha felismernek, és kedvesen oda jönnek beszélgetni, de én szeretek a háttérben maradni. Tehát éppen azért van, amikor engem elhívnának mondjuk egy buliba, vagy egy esküvőre, hogy gyere már egy kicsit szórakozni, akkor ott általában azért hívnak el, hogy ott én fellépjek. És én sokszor ezért is mondok nemet, mert ha én el szeretnék menni szórakozni, kikapcsolódni, jól érezni magam, akkor nem akarok szerepelni, mert nem számomra a szereplés az kimerül abban, amikor felállok a színpadra. Legyen az színészi munka, vagy zenész munka, ezért is imádok például a háttérben dolgozni, mint musical komponista. Mert nekem bőven elég az, hogyha majd később kamatoztatja az a zene önmagát, amikor majd a közönség később, a közönségnek a reakcióját később észlelem. Ugye nagyon érdekes dolog ez nálam, mert természetesen nagyon-nagyon örülök, hogyha amikor fennállok a színpadon és sikerem van, ez egy nagyon nagy boldogság, ahogy te nevezted, ez egy eufórikus állapot, csodálatos érzés. Viszont ha lejövök, akkor nekem nem hiányzik annyira, mint esetleg másnak. Értem, értem. És hogyan töltöd a szabadidődet? Mi az, ami téged valójában a színpadon kívül feltölt? Hát, hogyha van tényleg több időm, akkor szeretek utazni, világot látni, máskülönben pedig, hogy már meséltem, nagyon szeretek olvasni, vagy filmeket nézni. És a gyerekeimmel szeretek a legjobban együtt lenni. Úgyhogy mindig van mit csinálni. Akkor az egyensúlyt azért megtaláltad az életben. Szerintem igen. Peti, utolsó kérdésként. Boldog ember vagy? Ha most újra kezdenéd, ugyanezt a pályát választanád? Ugyanígy elindulnál a zenei világ felé, illetve most már a filmvilága felé? Igen, én mindig azt mondtam, hogy minden úgy jó, ahogy van, de ha a zenéről beszélünk, akkor mindenképpen boldog vagyok, és sosem csinálnék mást. Tehát, hogyha én újra kezdeném, akkor is a zenét választanám. De jó ezt hallani. És valószínűleg, ha jól értelmezem, több valójában nagyon sikeres embertől, amennyiben azt csinál, amit szeretsz, abban előbb-utóbb sikeressé is válsz. Jól értelmezem? Igen, ez így van, mert az ember előre tud vetíteni bizonyos dolgokat. A kimondott szónak is ereje van. Tehát ha én nagyon vágyom valamire, az egy dolog, de azért tenni kell. És nem csak kimondani a szavakat, hanem ugye végigmenni egy bizonyos úton. És nekem hál' Istennek voltak nagyon-nagyon, ezen a bizonyos úton rengeteg segítőm volt. A tanáraim, Szóren András például a Fóla tanárom, vagy a többi tanárom is, vagy egyáltalán a zenész kollégáim, akik 93 óta segítik az én pályafutásomat. Köztük ugye Török Tomi, Szent Mihály Gábor,
Závodi Gabi és még rengeteg olyan zenész barátot, kollégát sorolhatnék fel, akiket esetleg ti nem is ismertek, de mégis számomra nagyon-nagyon fontosak a mai napig. Akkor egyértelműen. És természetesen a szüleim, a testvérem, mindazok az emberek, akik szeretnek engem, a családtagjaim. Akkor egyértelműen a csapatmunka híve vagy, ha jól értelmezem. Az egyértelmű. Az egyértelmű. Én sosem tekintettem magamra úgy, mint szólista, akkor sem, ha előállok a színpadon, mert ez egy társas játék. Tehát ez, ahogy te is mondtad, ez egy csapatmunka. És hát a csapatmunkának, ha az ember együtt csinálja, és egymás segíti, akkor sikere is van. Peti, utolsó mondatként, záró mondatként, mi az, amit üzennél Gömörnek, Nógrádnak, a Palócföldnek, mi az, amit üzennél esetleg a fiataloknak, akik álmodoznak, hogy egyszer sikeresek lesznek, akár a zenében, akár a filmvilágában, vagy bármiben, ami őket élvezetre sarkalja. Mit üzennél nekik te, aki végigjártad ezt a ranglétrát? Hát, hogyha igazán szeretnének valamit elérni, akkor gyakoroljanak, menjenek végig az úton, és ne keressenek kifogásokat. Legyen így. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogy a rendelkezésünkre álltál. Megtisztelő volt számomra, is bevallom, és büszkébbé tettél minden egyes alkalommal az interjúk után. Azt mondom, hogy büszkévé tesz az, hogy Gömörben, illetve Nógrádban, a Palócok földjén egyedülálló tehetségek születnek, akik mernek nagyot álmodni, és ezt sikerre is váltják, erős hittel, kitartással és kemény munkával. Isten áldását kívánom életedre, munkásságodra, családodra. Köszönöm szépen. Én köszönöm a megkeresést, nagyon megható volt. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, és ahogy már említettem, a Küldetés Tudat című műsorban ma Szolnoki Petit hallották, a Bombonnak az énekesét, Nógrádból, Salgótarjánból, akinek kötődése, amint kiderült, Gömörbe is van, mégpedig nem is kicsi, akit szeretettel szeretnék invitálni most arra, hogy fedezze fel Gömört, amely csodálat, és amelyre Petőfi Sándor Tompa Mihály látogatásánál azt mondta, hogy Gömör valójában Magyarország kicsiben, minden fellelhető benne. Úgyhogy szeretettel invitálok erre ezáltal a látogatásra, hogy ismerd meg Gömört is, az édesapád révén az őseidnek a földjét. Köszönöm szépen, mindenképpen élek majd vele. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, a további szép napot, viszont hallásra, viszont látásra.